A Tőketerebesi Művészklub legújabb csatlakozójának, Zita Gyurisinovának a festményei láthatók az Emtén Galériában. Zita Gyurisinova csak mint klubtag új alkotó. Festményei több évtizedet ölelnek fel időben. A kamaszkorban festett tájképektől egészen a Terebesi templomban is látható szakrális témákig láthatnak tőle alkotásokat itt az Emtén Galériában. Zita Hegyi. Alkotásaim egy része még Zita Hegyi néven látható itt is, hiszen egészen fiatalon kezdtem el rajzolni, festeni. Ebből a korszakból is hoztam alkotásokat, egészen a közelmúltban készített festményekig. Megpróbáltam bemutatni munkáimat. A fiatal Zita tehetségét édesapjától örökölte, aki maga is művész volt, de édesanyja is támogatta őt, akivel kézi munkázott. Később tanárai segítségével fejlesztette művészi tehetségét, törekvéseit, majd pedagógusként dolgozott, családot alapított, és 2011-ig nem jutott idő a festészetre. Ekkor férje elvesztése után fordult az ikonfestészet felé, még vele tervezték meg ennek az igazán szakrális művészeti ágnak az elsajátítását. Később már egyedül tanulta meg az ikonográfia készítését, önálló kiállításra még soha nem volt, az újhelyi tárlat az első, ahol kizárólag az ő alkotásai láthatók. Toto je moja prvá výstava samostatná. Kolektívne som mala aj v Michalovciach, v Kráľovskom Klenci, v Trebišove. Önálló kiállításként ez az első bemutatkozásom. Több közös kiállításon vettem már részt. A saját iskolámban, ahol tanítok, voltak láthatóak munkáim. Saját városomban 2018-ig foglalt a bemutatóterem. Így nagyon örülök, hogy itt helyet kaptam. Potrebujem sa toho trošku sa ukázať, no, že by som nabrala chuť do ďalšej práce. A kiállítás december 21-ig tekinthető meg az Emplén Galériában.